Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Korszerűsítés, javában tart a távhővezeték felújítása a Hamvas Béla utcában. Kánikula, ma tovább fokozódik a forróság. Retro és veterán automotor találkozó augusztus 20-án, csodálhatjuk meg a járműveket Szentendrén. A terveknek megfelelően halad a Hamvas Béla utca 20-30 szám előtti távhővezeték korszerűsítése. A munkát július végén kezdték meg. Az új vezeték teljes egészében elkészült a hőközponti rákötéssel együtt. Augusztus 9-én megkezdték a munka árkok betemetését, a helyreállítási munkálatokat tervezetnek megfelelően augusztus 20-áig befejeződnek. A korszerűsítés alatt sikerült megóvni a területen lévő egyéb szolgáltatók vezetékeit. Újra másodfokú riasztást adott ki a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez azt jelenti, hogy helyenként majdnem 40 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A nyugat-európai ciklon előoldalán dél-délkelet felől ismét egyre melegebb, többnyire száraz levegő érkezik a Kárpát-medence fölé, visszatér a hőség. Az előrejelzések szerint újabb kánikula érkezik. Ma tovább fokozódik a forróság, 34-39 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szentendrei lakosokat kérdeztünk arról, hogy vészelik át a meleget. Igazából próbáltam sokat inni, és minél hűvösebb helyen tartózkodni, de este felé, amikor már olyan volt az idő is, akkor egyre többet kimozdultunk, és sok helyre ellátogattunk. Egyébként szereted a meleget? Valamikor igen, sokkal jobban szeretem, mint a hideget, de ez már azért nem annyira egészséges, és nekem sem annyira jó, nem nagyon bírjuk. A tartós meleg megterheli a keringési rendszert, főként az idősökre, a gyerekekre és a várandósokra jelent veszélyt. Kimértük a flakonokba, és akkor úgy naponta megittunk a 2-3 liter folyadékot. Nyáron, amikor a hőmérő higanyszála jóval meghaladja a 30 fokot, az étkezésre is oda kell figyelni. Fontos, hogy könnyű ételeket fogyasszunk. Kicsit szűkíteni kell a főzést, és igyekezni kell olyan ételeket főzni, ami gyorsan megvan, tehát nem ilyen 6 fogásos ebédet vagy vacsorát, hanem egy tál ételeket, főzeléket, levest, ilyeneket kell főzni. A szülők számára is nagy kihívást jelent ilyenkor a fénytől, a nap káros hatásaitól védeni gyermekeiket. Lehúzzuk már reggel az összes reluxát otthon, és akkor úgy tudjuk az alacsonyabb hőmérsékletet tartani. Úgyhogy igen, inkább délután visszük ki őket, amikor már jobb az idő. A szakemberek szerint néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhetők a rosszulétek. Aki megteheti, ne menjen napra. Fogyasszon mindenki sok folyadékot, főleg az idősek és a gyerekek hajlamosabbak a kiszáradásra. A lakást nappal érdemes besötétíteni, és mindenképpen kevesebbet kell mozogni, mint máskor. A hosszú kánikulában a szervezet tartós túlmelegedése úgy kerülhető el, hogy napjában többször zuhanyozzunk. Ha ezután nem törölközünk meg, a párolgás segít a lehűlésben. Retro és veterán automotor találkozó lesz augusztus 20-án Szentendrén. A 70-es éveket idéző egész napos programra az ország bármely pontjáról várják azokat az érdeklődőket, akik közelebbről találkoznának a kor legjellemzőbb járműveivel. Veterán autók, motorok és biciklik települnek ki Szentendrére augusztus 20-án. A város adta festői környezetben május 1-én is láthattuk az érdekes járműveket, augusztus 20-án viszont kiegészítették veterán autókkal is a kiállítást a szervezők. Hosszas szervezés eredményeképpen több rendezvényt rendeztünk már. Május 1-én volt a második, tavaly rendeztünk szintén május 1-én egyet, azt a Retro Design Centerrel közösen, és a mostanit azt már végül is egyedül szerveztem, és egy kicsit azért segítettek benne mások is. Nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon jó helyszínt sikerült megszereznünk, ez a Szentendrén a kaszinó, volt kaszinó területén van, ez közel 4 hektár,
betonozott parkolója van, hatalmas büféterasszal, gyönyörű környezetben, nagyon jó hangulatban zajlott le az egész. A mostani május 1-en igazából volt még kis kiegészítés is, ami RC modellek bemutatása volt. Igazából az országban az egyik legnagyobb klub jött bemutatni a kamionjait, elég nagy sikerrel, illetve voltak repülő, RC repülő modellek, robbanómotoros modellek, munkagépek, traktorok. Idén mivel várjátok az ide látogatókat? A mostani augusztus 20 az kiegészítődött veterán autóval, illetve motorkerékpárral és kerékpárral. A retro és veterán kifejezésben kevés a közös, de valóban lehetnek területek, ahol átfedésbe kerülhet a két kifejezés egymással. A retro a retrográd rövidítése, ami visszafelé ható, hátranyúló, régibb állapot felé mutató. Ma inkább szimbolikus jelentése van többnyire, ami azok számára mond csak valamit, akik abban a korban kapcsolatba kerültek vele. A veterán egy kissé más, igaz, ugyancsak régi dolog jelzője, de ez inkább pozitív értelemben. Az öreg harcos, kiszolgált katona jelzője eredetileg arra utal, hogy valaha nagy dolgokat vitt véghez. Annak a kifejezése, ha nem lenne olyan régi, akár ma is jó szolgálatot tenne. A régi autókat jellemzik így főleg, egy jól karbantartott veterán példány ma is tudja azt, amire régen létrehozták. Hát az igazság, hogy hál' Istennek nagyon sok hasonló olyan ember van, mint én, aki ezeket gyűjti. Hát van benne munka rendesen, de én úgy érzem, hogy mostanság elérkeztünk oda, hogy most már ezeknek is értékük van, és egyre többen becsülik ezt meg, és próbálják megőrizni a utókornak. A legfőbb célom az, hogy bebizonyítsam azt, hogy ezek az autók a mai napig is használhatóak és megbízhatóak, hogyha karban van tartva, illetve jó állapotban van, sokkal tovább tartanak, mint a mostani autók, és én ezt olyan szinten bizonyítom be, hogy én napi használatban ilyenekkel is járok. Az egésznapos retro és veterán autómotor találkozó programja az egész család számára valódi kikapcsolódást jelenthet a volt kaszinó területén. A 70-es, 80-as évek zenéi mellett hip-hop táncosok, tombola, patkódobás, játékvásár, RC kamion és munkagép bemutató, és mindezek mellett rúttáncosok is várják a látogatókat. Némely autóba bele lehet ülni, meg lehet hallgatni motorjukat, stb. Történeteket mesélnek róla modellekben, hát azt sem lehet kipróbálni, mert ezek elég drága játékok, úgyhogy nézni szabad. Viszont lesz műsor is, Routance Fitness bemutató lesz, a Silver Paul Studio keretén belül, illetve lesz gyerektánccsoport és tombola, 70-es évekbeli zenék, retrolángos, és a többi legyen meglepetés. Az ország minden pontjáról várjuk a kedves retro-veterán őrült kollégáinkat. Mindenhonnan jönnek, Nagykanizsától kezdve az egész országból. Augusztus 20-án reggel 9 órától egészen este 8 óráig megtekinthetőek a járművek, amelyeket egykor nagyszüleink, dédszüleink is használhattak. A szentendrei Radványi Dóra és Gosely Miklós első és egyetlen magyar vegyes párosként mérföldkövet raktak le a hazai szinkronúszásban, ugyanis a sportág történetében még soha nem szerepelt férfi-női páros világversenyen. A Sinuk SC két úszója egy kitűnő hangulatú jazzzenével és óriási szurkolással felturbozott gyakorlatot hajtott végre a 30-39 éves korosztályában. Dóriért ma is szoríthatunk, adásunkkal egy időben folytatódik a szólóverseny, ahol a szentendrei úszó jelenleg az előkelő második helyen áll az összesített listán.
Végül a várható időjárásról: holnap délelőtt a Dunántúlon erősödő gomoly felhő képződésre számíthatunk, délután több felé várható zápor, zivatar. Az ország többi részén derült vagy gyengén felhős, de napos időre lehet számítani. Az északi térségben az esti órákban alakulhat ki zápor, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon 30 fok körül, másutt 32 és 37 fok között várható. Önök a Szentendre ma adását látták, maradjanak velünk a továbbiakban, és hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, vagy töltsék le az Itt-Ott TV alkalmazást, ahol élőben nézhetik adásunkat, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!